Garai János, 19. századi magyar író, Obsitos című alkotása ihlette meg Kodály Zoltánt a Hári János című dalművének megalkotására. Kodály zseniális munkája nyomán a Hári János bevonult a magyar népmesei hősök sorába. A Kodály műnek van egy érdekes Fejér megyei vonatkozása. Az 1926-os budapesti operaházi bemutató után 1929-ben Csákváron falusi szereplőkkel és egy zenekedvelő fogadós egyszer hegedűjének kíséretében mutatták be a darabot. A Kodály daljáték szövegkönyvét Paulini Béla írta, aki Csákváron született Gurdi Majorban. Ekkor a 20-as években ő újságíró volt, dolgozott a Nyugatnak, rendezett a rádióban, karikatúrái voltak, önálló lapja is volt időnként, ez mindig sikertelen vállalkozás volt. És hát ő természetesen hazajárt szülőfalujába, a helybeli értelmiséggel együtt élt, találkozgatott. Ő vette először kézbe a Garai Obsitos című művét, és írt ebből egy opera szövegkönyvet, és hosszú ideig házalt vele. Így jutott el Kodály Zoltánhoz, aki nem is első nekifutásra, de végül is vállalkozott ennek megzenésítésére, tetszett neki a Paulini Béla által szerkesztett szöveg, sajátos egyéni humorral írta ő egyébként át az Obsitost, és akkor bízták meg a harmadik szerzőt, hogy versbetétekkel lássa el a darabot. 26-ban ugye, mint elhangzott, megtörtént a bemutató, hát ennek azért Csákváron igen nagy híre volt. Fölmentek az operaházba megnézni, részben a község értelmiségi rétege, tisztségviselői, de még úgy a középosztályból is. A másik oldala az pedig egy olyan helyi helyzet, hogy itt volt egy református dalárda, nagyon képzett, jó karnaggyal, tehát a fiatalok énekeltek is. Volt egy katolikus kör, volt egy Cecília énekkar, szintén képzett karnaggyal, tehát a zene az valahol benne volt a község életében, ám bár népzenéről már nem beszélhetünk, az a század előre kihalt, tehát itt néphagyományok, népviselet, jelezetes népdalkincs nem élt a 20-as években. És így vetődött fel a református parasztifiak körében, hogy téli elfoglaltságként tanulják be a Kodály Zoltán Hári János című művét, amihez hát ugye a községi nevezetesség Paulini Béla neve csatolódott. Csővári Dezső evangélikus lelkész tanította be a fiataloknak, és a mindenese a darabnak az említett Bozori Endre volt, akinek itt helyben volt egy beszálló vendéglője. Ő ugyan vendéglős volt, de nagyon szépen hegedült, színjátszani szeretett, sok mindent tett, vett, ami verset mondott, egy ilyen élénk szellemű ember volt, és hát végülis ketten tanították be a fiataloknak, akik egy szólamban énekelték az énekeket, és Bozori Endre kísérte hegedűvel. 1929. március 31-én, ez húsvét napja volt, akkorra mutatták be, méghozzá a Bozori vendéglő nagytermében, igen nagy sikerrel. Később több előadást játszottak belőle, megjelentek fehérvári vendégek, a környékbeli falvakból jöttek megnézni, és végül Paulini Béla megszervezte, hogy júniusban kihozta ide az akkor ugye nagy sikerrel játszott operaházi előadás szereplőit, sőt magát Kodály Zoltánt is. Hihetetlen nagy esemény volt ez. A színészek ugye a saját szerepüket játszó színészeket nézték, paraszt színészeket nézték a színpadon, és megállapították, hogy kristálytisztán énekelnek, gyönyörűen beszélnek, és nagyon természetesen mozognak ezek a fiatalok a színpadon, és most már akkor említsük meg a nevüket is. Sepsi János, egy igazi parasztlegény játszotta a szerepet, sokszor ő még későbbi időszakban masinált az előadások előtt késő esték, tehát mégsem volt fáradt. Bözsi néni, Takács Erzsébet játszotta a női főszerepet, és Benedek Juliska a Mária Luisa szerepét, Medgyessy Lajos Napóleon szerepét, egy igen humoros fiatalember, nagyon humoros személyiség volt idős korában is,
és az összes többi szereplő mind fiatal parasztlány, parasztlegény volt. Nagyon tetszett a budapesti vendégeknek az előadás, és mivel Paulini Béla már apró dolgokat ekkor rendezett a rádióban, valahogyan összetalálkozott, akkor tájban építették ugye a Lakihegyi adótornyot, hogy egy egész estét betöltő vidéki közvetítésre ezt a Hári Jánost, ezt a csákvári paraszt Hári Jánost választották arra, hogy kipróbálják a rádióban a vidéki közvetítés egész estés megoldását. Ez műszakilag is egy hatalmas feladat volt, leállították a telefonvonalakat végig Székesfehérvár, Bicske, Ferencváros stúdió és úgy ki Lakihegyig, és így szervezték meg egy stúdió kihelyezésével. Ekkor ismételten előadták, ekkor jött le Ferencsik segíteni, hogy egy kicsit még kitisztítson az előadáson, amit lehetett, de visszaemlékezésében elmondta, hogy nagyon keveset kellett, mert a fiatalok tényleg nagyon szépen énekeltek és tisztán. Ezt az előadást egyébként átvette a BBC, az Observer című hírügynökség úgy adta tudtul a világnak, hogy megszületett a magyar kékmadár. Ekkor tájban már ugye mentek ezek a felújítások, népi mozgalmak, tehát a néprajzi kincs megőrzésére vonatkozó mozgalmak. A siker sorozat nem ért véget, decemberben meghívták ezeket a parasztszínészeket budapesti szereplésre, és decemberben 3 estés előadást tartottak a Nemzeti Színház Kamara Színházában. Szintén nagyon nagy volt a sikere, a Nyugat, az Új Idők, a Budapesti Hírlap, tehát szinte valamennyit a színház életről már nem is beszélve megemlékezett a szereplésükről, és igazándiból talán ez a fővárosi bemutatkozás volt az, amely eljuttatta odáig a népművészetet, hogy polgárjogot nyert a színpadokon. A népművészet, a népdalkincs, a népi tánc tulajdonképpen ebből az előadásból kiindulva indíthatta meg később, 2 évvel később, 1931-ben Paulini Béla a Gyöngyös Bokréta mozgalmat és a bokrétás csoportok szervezését. Engedje meg, hogy egy-két mondatot felolvassak Kodály Zoltán írásából, amit a csákvári Hári János előadásról írt. Egyetlen oázis ebben a zenekulturális sivatagban a falu. A város művelt jóízlésű része fogjon kezet a faluval. Ez a jövő. Kérdésem, ez lett a jövő? A jövő sajnos nem ez lett. A Gyöngyös Bokréta végül is 1943-ig fölvonult minden évben. Később emlegették, hogy beszivárogtak ebben műdalok, de a néprajzosok tudják pontosan, hogyha a Gyöngyös Bokréta mozgalom nem jelenik meg állandó jelleggel Budapesten, a városban, a városokban, akkor nem hagyományozódott volna át az a népdalkincs, az az archaikus tánckincs, amit akkor már gyűjteni tudtak, hiszen Györfi István is a Gyöngyös Bokréta révén gyűjtött nagyon sokat. A Kodály Kállai kettősét a Gyöngyös Bokrétában énekelték, tehát annak az alapmotívumát énekelték el először. Más oldalról viszont visszaszivárgott a népkörébe a műdal. De hát annak idején azért a jobbak úgy tartották, hogy a műdal, ha népiesül, ha népajkára kerül, és úgy, ahogy a népdalokat szokás, alakítgatja, akkor az népdallá is válhat, hiszen pontosan az átváltozása lehet az. A város az kicsit idegenül nézte, természetesen látványosságként nézte. Ugyanakkor felfedezte ebben a korban azt, hogy a népi kincs, motivumkincsekben, dalokban, táncokban, zenében, mozgáskultúrában, sőt, éppen a csákváriak által emlegették a gyönyörű szép kiejtést, beszédkultúrában, hallatlan nagy nemzeti érték van, amit nem csak archívumként kell őrizni, hanem átvenni, terjeszteni, valahogy egységbe foglalni.
tessék elmondani, hogy milyen szerepet tetszett játszani, hány éves volt akkor, egyáltalán hogyan került ehhez a szerepbe. 18. Mária Luisa, francia császárlány. Szép volt a szerep? Igen. De már nem tudnám mondani. Na, nagyon régen volt. Korábban is játszottak színdarabokat Csákváron? Hát én már a Hári János után nem játszottam sose. Hogy játszottak-e, erre már nem is emlékszek. Előtte játszottam egy-két ilyen falusi darabba. Hogyan került arra sor, hogy éppen a Hári Jánost választották és játszották el? Mivel Paulini Béla, a Hári János írója, csákvári születésű volt, és így akarták őtet meglepni avval, hogy Csákváron betanítottak bennünket. Ki tanította be? Bozori Endre, a vendéglősnek a fia. Az nagyon jól tudta ezt csinálni. De hát ez egy zenés darab. Hogy énekes, zenés darabot próbáltak meg eljátszani? Hát Bozori Endre olyan szakértő volt a zenébe, hogy ezt tudta csinálni. És a szereplők? A szereplők is, persze. A szereplőknél ki lett választva, hogy melyik a jobb énekes. És csak volt köztünk. Én ugyan nem voltam jó énekes, de voltak, akik nagyon jól tudtak énekelni. 1929 húsvétján játszották először. A közönség hogy fogadta a darabot? Nagyon lelkesen. Hát akkor az egész járásban majdnem, a Fejér megyei járásban ismeretes volt, mert annyira jól csináltuk. Következett egy olyan találkozás, amikor Kodály Zoltán is megnézte. Tessék elmesélni, hogy történt ez? Milyen élményei vannak Kodály Zoltánnal kapcsolatban? A Kodály Zoltán persze bizonyára megmondták neki, hogy ez hogy megy, és kíváncsi volt rá. Úgyhogy még én is beszéltem akkor Kodály Zoltánnal. És több opera énekes is lent volt. Nők is, férfiak is. Nekik is előadták a darabot? Igen, előadás volt. Nyári időszak volt, ugye emlékszek rá, hogy akkor volt a aratás, meg ezek a dolgok, és bizony fáradtan is mentünk oda, mikor játszottunk, de azt nem lehetett észrevenni. Nem szólták meg önöket? Fáradtak voltunk. Nem szólták meg önöket, hogy aratás időben színjátékkal szórakoznak? Nem, nem. Sőt, még aratás ünnepet is rendeztek akkor. És akkor is lent voltak Pestről többen. Úgy tudjuk, hogy a rádió is közvetítette ezt a csákvári Hári Jánost. Igen. Július 27-én. Ez hogy történt? Ott a Bozorinál az egyik helyiségben volt a rádió berendezve, onnan adták az adást, és hát én kíváncsi voltam, és bementem oda is, hogy megnézem. Habár a rádiót még akkor mi nem nagyon ismertünk, bizony ilyen falusi házaknál nem igen volt még, és nem is tudtuk, hogy ez hogy is megy. Később a rádióadás sikere révén meghívták önöket Budapestre. Hát, hogyan utaztak el Budapestre, és hol szerepeltek? Hát erre már megint nehéz válaszolni, mert fogalmam nincs, hogy akkor volt-e már csak. Volt, azt hiszem, buszjárat Bicskére, és akkor vonattal jöttünk a Keletibe,
és a keletiből onnan mentünk aztán a szálláshelyekre. Ugyancsak egy helyre, a Veselényi utcai iskolába voltunk elhelyezve. Hát mink a Nemzeti Színháznak a kamaraszínháza volt ez, ahol játszottunk. Hát persze ott kellett próbálnunk, mert mi nem voltunk annyira magas hangra beállítva Csákváron, mint amit itt kellett csinálni, mert ugye itt nagyobb volt a helyiség, és hangosabban kellett beszélni. Hát ebben egy kis probléma volt akkor, mert hát mi nem voltunk ahhoz a magas hanghoz szokva. Akkor nagyon sok újságíró kereste önöket fel. Örültek ennek, hogy ilyen sokan érdeklődnek, vagy? Hát nem voltunk olyan nagyon elragadtatva, mert ugye ezeket a dolgokat mink nem is ismertük, hogy ez még így is megy. Sokan voltak az előadásokon? Sokan nézték meg ezt a három előadást, amikor Pesten játszottak? Hát Pesten egy hétig játszottunk, de mindig telt ház volt. És akkor játszottunk mi, nem is tudom, Magyar Színháznak hívták akkor, nem tudom, hogy milyen utcában van ez, ott is játszottunk. Segített egy kicsit az adásban a Ferencsik karmester. A Ferencsik az Csákváron volt lent. Budapesten? Budapesten nem tudom, hogy itt foglalkozott ezzel, csak annyit tudtam, hogy leküdték őt a Csákvárra, hogy hallgassam meg, hogy nem-e valami hamis dolog megy itt, de meg volt elégedve. És akkor még ő is olyan fiatal volt. Más programokat is csináltak önöknek Pesten. Úgy tudom, elvitték önöket egy kaszinóba. Igen, hát az egy nagy élmény volt részünkre. Lipótvárosi kaszinó. Soha nem tudtam még, mióta Pesten vagyok, azóta se, hogy hol is voltunk. És valami öreg úr vendégelt meg bennünket. És akkor mentünk, de színészek is jöttek velünk. Hát ezt pedig szerettem volna megmondani, hogy az én partnerom ki volt akkor, egy operaénekes, de már nem él. Nem jut eszembe a neve. Székely Mihály volt. Székely Mihály, igen, igen. Az volt az én partnerom, mert ahogy mentünk az utcán, így kettes és hosszú sor volt, és emlékezetes is részemről, mert olyan helyen azóta sem voltam. Milyen érzés volt? A fiúk mit mondtak? Milyen érzés volt a nagy híres színészek öltözőjébe öltözködni? Hát az öltözőre már ne. Csak inkább arra emlékszek, hogy az ottani színház mester készített ki bennünket, aki a színészeket szokta. Hát úgy kikészített bennünket, hogy majdnem nem is ismertünk saját magunkra. Budapesten kívül több városban is előadták. Igen. Székesfehérváron voltunk, és az Alföldön Nagykőrös Nyíregyháza, nem tudnám már megmondani, hogy melyik városokban voltunk. Ma úgy mondanák ezt, hogy turnéra mentek. Igen, igen, igen. Megtetszett-e nézni nagy színházban azóta a Hári Jánost? Nem. Akkor fent voltunk, de aztán mi nem jöttünk fel, hogy hívjuk, az előadást megnézni. Csak azt tudtuk, amit mi betanultunk. És
Hogy is volt? Ja, egyszer hallottam én a Hári János rádióban végig, és az volt a megállapításom akkor, hogy a miénk sokkal jobb volt, mint a pesti előadás. Az 1929-es csákvári Hári János, a népi, úgynevezett organikus kultúra és a városi magasművészet egymásra hatásának, egymásra találásának, egymás elfogadásának érzékelhető bizonyítéka. De hiszen ez volt a Kodály Bartóki életmű alaptendenciája is. A csákvári előadásból kiinduló Gyöngyös-Bokréta mozgalomról a népi demokratikus Magyarországon hosszú ideig sajnos még beszélni sem lehetett. Népi kultúránk erejét bizonyítja, hogy minden ellene elkövetett merénylet ellenére is él, működik. Úgy, mint hogy a magas művészetünk is nemzetközi szintű. Ahhoz azonban, hogy hasonlóan az 1920-as évekhez együtt hasson, Kodályi és Bartóki gondolkodásra, tehetségre egyfelől, másfelől nagyon sok Bozori Endrére és Paulini Bélára lenne szükség. Magam és munkatársaim nevébe köszönöm e heti figyelmüket. Viszontlátásra!